A Tolna megyei jegyadantal honismereti egyesület immár 25-26 éve működik. 1992-ben alakultunk itt Szekszárdon a levéltárban. Az egyesület a nemzeti értékek, a nemzeti hagyományok, a történelmi emlékek, a tárgyi íratlan írott források kutatásával, publikálásával foglalkozik. Nagyon fontos, hogy a nemzetiségekre próbálunk odafigyelni. Ezen kívül, ami a legutolsó és a legutóbbi feladatunk, hogy az iskolákkal kapcsolatunk nagyon-nagyon jó lett sok iskolával. Azt gondolom, hogy az egyesület betölti azt a szerepét, amire létrejött itt a városban, illetve a megyében. Tulajdonképpen a 25 év, a negyed század azt mutatja, hogy meghonosodtunk, egyre több programunk van. Nem, hogy visszafejlődne az egyesület, hanem azt gondolom, hogy dinamikusan fejlődik. 17 taggal jött létre az egyesület 1992-ben, és jelen pillanatban 106 egyéni tagot, 20 pártoló tagot számlálunk. Az elmúlt 5 évben 35 új tagot vettünk fel. A város a rendezvényeink támogatásában, rendezésében segít bennünket, és azt gondolom, hogy mi ugyanezt tesszük a várossal. Vannak programjaink, amiket közösen hoztunk létre, ilyen a Városnapján az általános iskolásokkal működő városismereti vetélkedő, amit immár harmadik évben augusztus végén tartunk a Városnapjához kapcsolódóan. Az egyesület folyamatosan publikál, ide köthetnénk Szekszárd környékére azt a munkát, amit a keresztek és kiskápolnák megmentésére, egyáltalán az anyagok összegyűjtésére az elmúlt években fordítottunk. Amint említettem, nagyon fontos lesz az, hogy az ifjúságot még jobban bekapcsoljunk. A jövőbeni terveink között ez különösen fontos, és ehhez kapcsolódóan most készül egy Szekszárd, ahol élünk olvasókönyv, amiben egyesületünknek nagyon-nagyon sok tagja vesz részt, és jó magam pedig egy munkafüzetet készítettem. Ezzel a munkával is azt segítjük elő, hogy a gyerekek itt maradjanak és Szekszárdhoz kötődjenek, még akkor is, hogyha a világ más pontjain tartózkodnak.